Sziasztok, Jöci vagyok, Jöci. Itt van velem Hanti. Sziasztok. Hetente új adással jelentkezik a két régi vágású amatőr filmfalú. Jöci. Pótból. Sziasztok. Sziasztok, Jöci vagyok, itt van velem Anti. Sziasztok. Az HBO, hát... Bedobta a bombát. Ledobta, igen. De úgy odavágta, hogy nem lehetett rá számítani. Tehát én a pikok miatt, ugye én nem azon néztem. Tehát én azt hittem, hogy a Sky Showtime-on lesz. Uh-huh. Ugye, mert pikok gyártás. Hát nem, HBO az a jogokat szereti megvenni magának, aztán utána átdobálja. Mint a Milliárdok nyomában például. Na, Twisted Metal sorozat kijött. Fenntartásaim voltak a főszereplő miatt. Én sem szeretem Anton Mackie-t. Ezért én nem is láttam ezt a sorozatot, ezért Anti lesz ma. Tehát Anton Mackie miatt volt egy kis fenntartás, de viszont a többi szereplő, tehát annyira jól össze vannak válogatva, és Anton Mackie-nek is végre írtak szerepet, de olyat, amiből tud normálisan villogni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy mellékszereplőként volt a Télkatonájába. Igen. Ott itt ugyanúgy olyan jó megvan neki írva a szerep. Ő John Doe, egy teljes ember, aki valójában árut szállít az egyik városból a másikba. Amit tudni kell, hogy ez egy posztapokaliptikus világban játszódik, és ez egy PS-es játék. Ez egy PlayStation játék volt, ugye, eredetileg, hogy ilyen autókkal igen, kellett hát rombolni. Igen, hát hasonlított a Carmageddonra. Én arra voltam ráfűzve, tehát valójában úgy, hogy... Nekem annyi... is kimaradt a Twisted Metal. A Twisted Metalból az egyel meg a kettővel talán játszottam, de nem voltam annyira ráfűzve. Itt mondjuk egy jó történetet kerítettek köré, mindenki kapott eredet sztorit, és valójában a verseny, ami a játékban van, az a második évattól kezdődik. Úgyhogy nagyon jó a kis film, 18 plusz. Erősen. Tehát azért, elmondásod alapján. Igen, tehát 18 pluszos erősen, azért arra készüljünk fel. Tehát akinek úgy, nem is tudom mihez hasonlít, ami nem volt ilyen, amit ilyet csináltak volna. De, tehát ez a Death Race, meg ezek a Jason Statham-mel az a kanyarban nincs ehhez. Hát figyelj, most hogyha azt kell nézni, hogy a Peacemakerhez tudnám hasonlítani, mm-hmm. hogy humorilag, meg úgy ölés, kaszabolás szempontjából inkább a Peacemakerhez hasonlít, de annál egy picit durvább. Az eredet sztorik miatt, mert ugye a posztapokaliptikus világ miatt azért kemény eredet sztorik vannak. Tehát nem úgy van, hogy hát ők csak úgy itt oda teremtek, meg fölvették a jelmezt, aztán tehát nem, nagyon nem így van. Úgyhogy nagyon jó. A szereplők közül egyébként meglepő, hogy csendes, ugye Stephanie Beatrice játsza, akit láthattatok a Modern Családban, ő volt Gloria húga, meg ugye a Brooklyn Nine-Nine-ba. Hát ott abban is szerepelt, és a legérdekesebb karakter, ahogy nagyon sok ilyen easter egget benyomnak igen. egyébként a részek alatt, a Sweeney Tooth, vagy Sweeney Tooth, már Johnny Deppben vagyok. Sweet Tooth. Sweet Tooth, ugye édes szájú, a bohóc, igen. ugye, ikonikus, a fagyis autóval. Igen. Ugye őt úgy tudták megoldani, hogy Samoa Joe egy bankrátor játsza Sweet Tooth-ot, mivel ő rajta folyamatosan maszk van, viszont a hangját meg Will Arnett adja, aki a Lego Batmannek a hangja volt. Tehát, igen. De nagyon jó össze van rakva, nagyon vicces a figura, teljesen beteg az egész, meg ugye megvannak a területek, hogy ki hol van, de mondom, nézzétek meg nyugodtan, olyan dolgok vannak benne, amire úgy nem gondolnának. De ilyen nagyon 18 plusz. Nagyon 18 plusz, igen. Tehát mint a Peacemakernél még a durvább, akkor tényleg. Igen, mert azért kaszabolás több van benne. Tehát, hogyha most így, hát ez az a sorozat, amit egyben néztem. És Anton Mackie idegesítő, mert én miatta nem néztem, meg ugye volt a mi az, amikor ilyen Avatar, és akkor a második... Ja, nem, a hirtelen, végtelen... Valami... Milyen halál? Valós. Valós halál, igen. Twisted Metal, nem Twisted Metal. Ghost, nem, Ghost in the Shell. Most nem fog beugrani. Na mindegy. Na mindegy, igen, az abba elbaszta a második évadot. Igen, és én amúgy is nem szeretem, mint Bucky, vagy nem Bucky, ki volt ő, Falcon se szerettem, Amerika kapitányként se érdekel. Hát igen, az, hogy Amerika kapitány, az nem. Tehát ne, ő itt, John Doe, abba a világbajnok Oscar díjat neki. Mert tényleg tudja hozni ezt a vicces karaktert, ugye, aki ugye megy szépen a kis autójával, szállítja a dolgokat, és kap egy jó megbízást, amivel el tudja érni,
hogy San Franciscóba befogadják a városon belülre. Tehát, hogy ne kint éljen az elvadultak között, hanem a városba be tudjon költözni, ami védve van, katonasággal, normálisan tudnak az emberek élni, mint ami se történt volna. Na, mert kint az emberek azok ugye portyáznak, fosztogatók, mindenki ilyen öntörvényű, vannak olyanok, akik ugye a Jézusos emberek, ugye, azok is másfajta Jézusos emberek, akik ugyanúgy romát drogoznak, és egyéb dolgokat csinálnak, ördökölnek, meg vannak ugye ez a menekülővárosban, akik vannak a kamionokon, ugye az is egy jó sztori. Ebből azért nem próbálok úgy beszélni, hogy ne legyen spoiler. Mert ennél azért nagyon fontos. Tehát itt nagyon nagy spoilereket el lehet lőni. Meg ugye itt azt is nézni kell, hogy például, hogyha így az eredet sztorikat úgy nézegetjük, akkor hát a főszál az a John Doe-nak, ugye Anton Mackie-nek, meg ugye a Quiet-nek, a csendesnek a sztoria, amit szépen mellé fűzik a többiekét. Aha. Tehát nagyon jó, tehát valójában az ő feladatuk elmenni Chicagóba, ahonnan el kell hozniuk egy csomagot. De az egy nagyon-nagyon veszélyes út. Tehát San Francisco, Chicago, hogy egy Amerika térképet azért magunk elé rakunk, azért látszik, hogy elég nagy táv. És hát ők bevállalja, hogy megkapja ezt a lehetőséget, ami kiderül majd, hogy mi is benne a hátulütő. És Neve Campbell, ugye, sikoly filmek, ő játsz a Révent, ő a San Francisco-nak a vezére. Aha. Tehát ő vele dílezik le a történet, ő vele dílezik le John Doe, tőle kapja a megbízást, hogy mit kell elhozni, na, az a másik vicc, hogy mit kell elhozni, de nem spoilerezem el, és van többféle teljes ember, és akkor ők teljes emberek kocsmájába elmennek, akik ugyanolyan szállítók, ott is vannak érdekes szereplők, meg ugye ott is vannak érdekes szereplők, ahol például ugye a Las Vegas, ugye a bohócé. Igen. Például. És ugye ő is elkezdi őket üldözni, a bohóc. Mert természetesen mondta, hogy az előadását ugye át kell vinni máshova, de ott is nagyon sok poén van benne, nagyon jó zenék vannak benne, tehát aki a zenéket összerakta ehhez a sorozathoz, az nagyon rendben volt. Tehát az nagyon rendben volt, tehát itt meglepőek a zenék is, meg minden, úgyhogy nagyon jó a sorozat, de amit még így lehet mondani, ugye, aki még fontos szereplő, Agent Stone, aki ugye vissza akarja állítani a rendet, ő egy önjelölt sheriff, aki üldözi a hőseinket folyamatosban, és hát még itt azért van egy-két olyan szereplő, akit most nem durrantok el, de mondom, ez a Twisted Metal, ez nyugodtan, aki szereti ezt a kicsit durvább, vicces, humoros, félig már horror-szerű vígjátékot, az nyugodtan fűzze rá, mert ez tényleg olyan, amit lehet nézni, meg ugye azok a szereplők, akik benne vannak, azokat lehetett látni mindenben, például a hangost, ugye az testvérét a csendesnek, ugye Richard Cabral alakítja, őt lehet látni a Mayans-ba. Meg az agymenőkben volt egy rész, hogy ott ültek a bíróságon statiszta egybe, de az csak, arra csak maximum én emlékszek. De mondom, nagyon durvát az Anthony Cabral, vagy a Richard Cabral, így megláttam, hát mondom, ez a csávó mit keres itt? Nagyon kemény. De mindig, úgyhogy durva az egész sztori, meg ahonnan indulnak, mert mindenki ugye próbál boldogulni. Ugye, mivel hogy posztapokaliptikus a dolog, valójában kaja nincs már, tehát amit úgy össze tudnak szedni, meg ugye azok a dolgok, amiket szállítanak, azok is piti dolgok. Tehát valójában az elsőt, amit ő szállít, az kutyakaja. Tehát egy zacskó, vagy egy ilyen zsák kutyakaja, és azt viszi az egyik városnak, azért a fizetséget, meg benzint, meg minden egyebet, és megmondja, hogy hát igen, köszi, ma este kajázunk, tudod? És így baszki, mondom, tényleg ennyi, hát kutyakaján élnek, tudod? Tehát nagyon durva, tehát hogy ki, hát jó, persze posztapokaliptikus, tehát nincs itt van a bolt, érted? Aha. Mert ugye, hát a martalócok ugye kint azért fosztogatnak keményen, meg hát darálják le egymást is. Meg őket is nagyon sokszor le akarják darálni. Egyébként az autók fel vannak szerelve mindenféle fegyverrel. Tehát abban elég... Hát ugye a játék is erre épül. Persze, tehát itt, hogy szanaszél ölik, lövik egymást, egyébként a bohóc autója is elég jó fel van tuningolva.
De hát ott a bohóc az viszi az egész filmet, meg ott az eredet sztoria a bohócnak, a nagyon jól összerakták a játékhoz az eredet sztorit. Tehát a játékban nem emlékeztem ilyen eredet sztorikra, tehát ezt a filmhez rakták össze, de ez végre egy jó adaptáció, hogy összeteszem a két kezem, végre egy olyan adaptáció, amiben köze van a játékhoz is, de vicces, meg jól sikerült. Tehát nem úgy van, mint a valós halálnál, hogy az első évad az ütött, a második évad kapufa. Hát reméljük, vagy hogy a Last of Us, amiben mind a ketten csalódtunk. Nem, hát az kapufa. Az a másik kapufa. Úgyhogy ez azért egy kicsivel jobb. Meg mondom, ennél, hogyha most így megnézem, jöhet a második évad most. Tehát ilyen szinten jó a sorozat. Meg mondom, ha ezt a viccességet nem rontják el, akkor megvan. Meg lesz a saját peacemakerük. Köszönjük, hogy velünk voltatok, kövessetek minket be, iratkozzatok fel a csatornára, rengeteg más tartalommal is. Ez is. Jó bele. Na, ja. Is. Na, jó van, sziasztok! Sziasztok!